Vasárnap Heves megyébe is megérkezett a viharos szél. Közel 70-80 km/órás széllökésekkel találták szembe magukat azok, akik útnak indultak. Ennek következtében több segélyhívás is érkezett a Heves megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz. Összesen 10 tűzesethez, valamint 70 műszaki mentéshez hívták a hivatásos, valamint az önkéntes tűzoltókat. Az előrejelzések szerint a következő napokban is számíthatunk erős széllökésekre. Egerbel területén 8 beavatkozást hajtottak végre a város tűzoltói, 5 alkalommal vezetékekre, épületekre dőltek fák, és 3 esetben pedig a viharos szél épületeket bontott meg, jellemzően a tetőszerkezetet és a szigetelést.